Köszöntöm nézőinket, önök a három témát látják. Az elkövetkezendő percekben Szombati Andreával, a Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjével fogok beszélgetni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a Gyula Televízió nézőit! A nyári szünetben még több szabadidővel rendelkeznek a fiatalok, melyek új élethelyzeteket teremtenek a mindennapokban. A fiatal korosztály mellett fontos felhívni azok figyelmét is a közlekedési szabályokra, akik minden nap már rutinszerűen mennek az utakon. Aktualitás, hogy nyári szünetre indulnak a gyerekek, teljesen megváltozik a reggeli, délutáni forgalom, sőt, elkezdődnek a táborozások is. Mennyiben változik a forgalom, mire kell vigyázniuk a gyerekeknek, szülőknek, vezetőknek? Minden évben a tanév kezdéskor és a tanév végén is felhívjuk a biztonsági szabályokra a figyelmet. Ilyenkor tanév végén nyilván arra kell majd odafigyelni, hogy a gyerekek, akik már közlekednek egyedül is, sokkal több szabadidővel rendelkeznek majd, és nyilván a szülő nincs ott mindig mellettük. Persze vannak olyan gyerekek is, akik még nem közlekednek önállóan, olyankor pedig a felnőttek felelőssége, a szülők felelőssége nagyon fontos. Az önállóan közlekedő gyermekeknél javasoljuk, hogy mindig beszéljék meg, hogy a gyermek hol tölti a napját és kivel lesz. Tehát legelőször is legyen meg ugye az elérhetősége, illetve számoljunk arra is, hogy a gyermeknél esetleg a telefon lemerül, vagy bármi más, akkor ismerjük a társait is. Tehát tudjuk, hogy kik a barátai, és a barátok szüleinek a telefonszáma is legyen meg, hogyha esetleg nem tudnánk elérni a gyermeket, akkor tudjunk érdeklődni. A közlekedéssel kapcsolatban azt tanácsoljuk, hogy mindig beszéljék meg azokat az útvonalakat, amelyeket a gyermek bejár. Merre jár a barátjához, mikor, hogyha esetleg játszótérre mennek, vagy strandra mennek, akkor hol menjenek, hogyha gyalogosan közlekednek, hol a legbiztonságosabb, mire kell figyelni, illetve hogyha kerékpároznak, akkor milyen kereszteződéseken hajtanak át, mit tanácsolunk, hogyan kell közlekedni, és hol fontos ugye egy kicsit a fokozott figyelem, hol indokoltabb. Azoknál a gyerekeknél, akik önállóan nem közlekednek, kérjük a szülőket, nagyszülőket, hogy nagyon vigyázzanak a gyerekekre. Tehát gondoskodjanak arról, hogy a gyermek utasként se szenvedjen sérülést. Ennek nyilván az az előfeltétele, hogy én felnőttként betartom a közlekedési szabályokat, és a gyermeket az életkorának magasságának megfelelő biztonsági ülésben utaztatom csak az autóban, az ülést is rögzítem, és a gyermeket is bekapcsolom, kerékpárral pedig csak olyan gyermeküléssel viszem a gyermeket, ami megfelel az előírásoknak, ez azt jelenti, hogy van karfája és van lábtartója is, illetve a háttámlája is olyan magas, hogy a gyermek biztonsággal ül benne. Korábbi híradós anyagban már beszéltünk erről, hogy fontos a példamutatás is, hiszen ha elindulunk az autóval, akkor fontos példát mutatni azzal is, hogy már az indulás előtt bekötjük magunkat. Így van. Mindig el szoktuk mondani, hogy nekünk is vannak ugye közlekedési foglalkozásaink. A munkatársaim járnak óvodákba, iskolákba előadni, illetve a pedagógusok is rendszeresen ismétlik a szabályokat. Ugyanakkor a példamutatásnál értékesebb nem sok van. Tehát, hogyha a családban a gyermek azt látja, hogy édesapa, édesanyja és a nagyszülők is szabályosan közlekednek, bekapcsolják elindulás előtt a biztonsági övet, akkor egy idő után számukra sem lesz kérdés az, hogy erre miért van szükség. Ők maguk is ezt így fogják csinálni. A példamutatásnál én mindig elmondok egy olyan szemléletes dolgot, ami remélem, hogy sokakban megragad, és ezzel is megelőzünk akár balesetet is, de mindenképpen szemléletet formálunk. Hogyha például megyünk az utcán, és azt látjuk, hogy a zebránál villog a zöld, akkor látok szülőket, aki gyorsan megragadja a gyermek kezét, és még átszalad vele ezen a villogó zöldön. Egyébként akkor már nem lehet lelépni a gyalogos átkelőhelyre, meg kell állni, és meg kell várni a következő zöldet, hogyha pedig elkezd villogni úgy, hogy már a zebrán vagyok, akkor minél gyorsabban át kell haladni. Tehát megragadják a gyermek kezét, gyorsan átszaladnak. Legközelebb ezt a gyermek egyedül is meg fogja próbálni. Csak ő nem fogja észrevenni, hogy már esetleg elindulnak autók, és őt esetleg el is fogják ütni, illetve hogyha nem zebránál csináljuk ezt, tehát nem villogó zöldnél, hanem simán egy olyan átkelő helynél, ahol nincs is lámpa, vagy pedig nem is zebrán szeretnénk átmenni, hanem egy járda meghosszabbított vonalában, ami ugye szabályos. Tehát, hogyha így szeretnénk átmenni, akkor a gyermek, hogyha egyedül próbálkozik, nem biztos, hogy fel tudja majd úgy mérni a közeledő járművek sebességét, távolságát, és úgy szalad ki az útra, hogy el fogják ütni. Tehát amikor velünk van a gyermek, és amikor nincs, akkor is természetesen mindig legyünk szabályosak, mutassunk példát. Elkezdődnek a táborozások, de emellett persze szabadidős programok is, akár vízpart mellett, haveri társasággal, baráti társasággal kimehetnek a fiatalok. Víz mellett, akár a körös mellett mire kell figyelni, és milyen aktualitás volt így az elmúlt napokban?
Nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a fürdőzés veszélyeire. Nyilván itt lehet szó, ugye strandokról lehet szó, szabad strandokról, amikor szabad vízben mennek fürdőzni. Itt Békés megyében ugye erről is beszélni kell, hiszen a Körösökön népszerű strandolóhelyek vannak, és sokan töltik ugye a szabad idejüket, főleg melegben strandoknál. Szomorú aktualitás az az, hogy már a pünkösdi hétvégén is volt két haláleset, egyik Szarvason, másik Gyomaendrődön. A Gyomaendrődit emelném ki, mivel ugye éppen a vakációról beszélgetünk, ott egy 19 éves dévaványai fiú próbálta átúszni a Köröst, sajnos nem ért el a túlpartra, elmerült eközben, és másnap találták meg az őt keresők a holttestét. Kérjük tehát mindenkitől, hogy legyen nagyon óvatos. Lehet, hogy a gyermekem egyébként kiválóan úszik medencében, de hogyha folyóvízben vagy netán tóban próbálja ugyanezt meg, akkor az is lehet, hogy hamarabb kimerül esetleg a hullámzástól, vagy éppen pontosan az zavarja meg, hogy változik a víz hőfoka, esetleg a víz mélysége, és minden egyéb más olyan tényező lehet, ami megzavarja őt az úszásban. Ha nem is lesz rosszul, bár ugye az is előfordulhat, hogy rosszul létet okoz például a hőmérséklet hirtelen változása, hanem egészen egyszerűen csak nem tud úgy koncentrálni arra, hogy hogyan úszik, akkor bizony bajba kerülhet. Tehát azt javasoljuk, hogy mindenképpen legyünk figyelmesek, és még a jól úszó medencében jól úszó gyerekeket se engedjük, hogy például a folyó átúszásával próbálkozzanak. A gyermekek mellett mindig legyen felnőtt, tehát a strandon is, és a folyóvizek mellett is. Tehát mindig legyen olyan kísérő, aki odafigyel és figyelmezteti a biztonsági szabályokra a gyerekeket. Még egy fontos dolog, ugye ez már nem a vízi balesetek megelőzéséhez, hanem ahhoz tartozik, hogy hogyan vigyázzanak a dolgaikra. Mondjuk el a gyerekeknek, hogy amikor egy társasággal is mennek, akkor mindig legyen valaki, aki vigyáz a csomagokra. Sokszor látjuk, ugye, hogy letakarják egy pléddel egy törölközővel, és bizony ez nem védi meg a pénztárcát, a telefont, a kulcsokat és minden egyéb mást. Tehát szeretnénk kérni, hogy ahol van, használják az értékmegőrzőt, ha pedig nincs, akkor mindig legyen olyan társa a gyermeknek, felnőtt kísérője, és hogyha családok mennek együtt, akkor mindig legyen valaki, aki ott marad ezek mellett, az értékek mellett. Azok a gyerekek, akik nem mennek táborokba, vagy rossz idő esetén otthon maradnak, őket érhetik az interneten, közösségi oldalakon kibertámadások. Fontos szabályok vannak erre az esetre is, melyek betartásával az ilyen esetek is elkerülhetők. Milyen tanácsokkal lehet ellátni azokat, akik mondjuk nem táborozni mennek, hanem otthon vannak, akár kitengedjenek be cyberbullying, tehát kibertámadások ellen, milyen tanácsokat lehet nekik adni? Bizony sok gyermek, ugye nyilván lehet ez akár a rossz idő miatt is, hogy esetleg otthon tölti az időt, vagy van a napnak egy szaka, amikor otthon szeret lenni. Kérjük meg a gyerekeket arra, tehát a szülők beszéljenek róla, hogyha esetleg egyedül vannak otthon, és bárkivel ugye csetelnek, beszélgetnek, nem mondják el, hogy ők egyedül vannak otthon. Az ajtót zárják be, és ne engedjenek be idegeneket, még akkor sem, hogyha csengetnek, vagy bármi más, és azt sem kell ugye nyilván elmondani, hogy mi van otthon, tehát mondjuk a szülők ekkor vagy akkor jönnek haza, vagy bármi más. Tehát ne lépjenek kapcsolatba idegenekkel. Hogyha bármit megosztanak magukról az interneten, alaposan gondolják át, hogy milyen információkról van szó, és milyen fotókról, mert hogy ezeket bármire fel lehet használni. Tehát például lehet, hogy csak magukról készítenek egy képfelvételt, de azon látszik, hogy milyen körülmények között élnek, akkor ez ugye felhívás lehet keringőre azoknak, akik rossz szándékkal nézik ezeket a fotókat. Azt is kérjük, hogyha bárki azzal keresi meg a gyerekeket bármilyen üzenetküldő alkalmazáson, hogy magukról fotót küldjenek, és sajnos ugye előfordul, hogy szexuális tartalmú képeket kérnek, akkor ez semmiképpen ne teljesítsék ezt a kérést, és szóljanak a szülőknek, hogy ilyenfajta probléma van, és ki az, aki ilyesmivel próbálkozott. Tehát ezekre a biztonsági szabályokra mindenképpen hívjuk fel a figyelmet, és még egy nagyon fontos dolog, hogy ismeretlen alkalmazást ne töltsenek le, se a telefonjukra, se a számítógépükre. Mi azt tapasztaljuk, bár ugye nyilván felnőtteknél jelentkezik ez, akiknek van számlájuk, bankszámlájuk, hogy ez a fajta forgalom gyakorlatilag előállhat úgy, hogy le telepítenek bármilyen alkalmazást, és az automatikusan a számlájukról pénzt vesz le. Tehát legyenek nagyon óvatosak, ez nyilván akár már a 10 éves korosztályt is érintheti, 14-15 éves kortól, hogyha van a gyermeknek önálló számlája. Ha már internet és közösségi oldalak, mit kell tenni akkor, amikor elmegyünk nyaralni egy hosszabb időre, tehát akkor ebből adódóan ne tegyünk ki azonnal képeket.
Igen, ez nagyon lényeges, hogyha elutazunk, akkor lehetőség szerint ne posztoljunk például a repülőtérről, vagy bárhonnan, hogy mi utazunk, hiszen akkor mindenki tudni fogja, hogy a lakásunk éppen üresen áll. Amikor elutazunk, akkor persze azokat a biztonsági berendezéseket kapcsoljuk be, amik egyébként vannak, riasztórendszer és egyéb más kamerarendszer, ezek működjenek, és zárjuk be jól az ajtókat, ablakokat. Tehát ez mindenképpen fontos, ez egy alapvető dolog. Kérjünk meg egy megbízható szomszédot vagy rokont, hogy időnként azért nézzen rá a házra, hogyha például a szomszéd időnként elénk parkol, és netán a redőnyt is időnként megmozgatja, akkor nem tűnik fel az, hogy éppen elhagyatott egy hétre, vagy két hétre, 10 napra ez a ház. A postaládákat is ürítsék, mert ugye az is, hogyha már látszik, hogy nagyon sok szórólap van benne, vagy egyéb más küldemény, és azt nem veszik ki, akkor tudni fogják a tisztességtelen szándékkal nézelődők, hogy bizony az illető nincsen otthon. Tehát a nyaralásnál is nagyon körültekintően kell eljárni, illetve nagyon fontos, hogyha külföldre is utazunk, vagy akár belföldön is, hogy mindenki vigyázzon az értékeire, a pénzére. Tehát lehetőség szerint, ugye, ha tud, akkor fizessen bankkártyával, és a bankkártya mellett ne legyen ott a pénztárcában a PIN kód, mert hogyha esetleg ellopják, vagy elveszíti a tárcát, akkor ugye azonnal pénzt tudnak róla felvenni. Inkább azt a telefonszámot jegyezzék fel, amin ugye, de a bankkártyán is rajta van a hátulján, inkább azzal a telefonszámmal legyenek tisztában, hogy ilyen baj esetén hol lehet ugye letiltani ezt a kártyát, hogy senki más ne tudja használni. Hétről hétre még mindig magas azon járművezetők száma, akik ittasan vezetnek Békés megyében. A rendőrfőkapitányság munkatársai minden nap végeznek közúti ellenőrzéseket, ezen belül is légalkoholméréseket annak érdekében, hogy ez a szám csökkenjen. Hétről hétre látszik az, hogy stagnál az, hogy még mindig alkoholos állapotba, ittas állapotba vezetnek, akár autót, akár úgy ülnek biciklire. Itt az elmúlt hetekben ilyen 29 fő volt mindig hétről hétre, most azt hiszem, hogyha jól emlékszem, akkor az előző héten 9, tehát még az is még mindig sok. Mit tesznek annak érdekében, hogy ne üljenek autóba az emberek ittasan? Mi gyakorlatilag töretlenül végezzük minden nap a közúti ellenőrzéseket, és a kollégáim a határátkelő helyeken is szondáztatnak. Tehát már, hogyha a határt átlépi valaki, akkor sem mehet tovább, hogyha ittas. Való igaz, hogy Békés megyében átlagosan a kollégáim 2000 fölötti rendre, 2000 fölött végeznek ittasság ellenőrzést, és az is igaz, hogy általában 20-30 ittas járművezető mindig van. Itt a járművezetők között értjük a kerékpárosokat is, és a gépi meghajtású járművek vezetőit, tehát a motorosokat, autósokat is. De a kerékpárosoknál is veszélyes. Bár mindig mondják, hogy ugye kerékpárt lehet úgy vezetni, hogy valaki alkoholt iszik. Való igaz, de csak annyi alkoholt ihat, hogy a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban maradjon. Erre mindenképpen ügyelni kell. Illetve a másik az, hogy az autósoknál is rendkívül veszélyes, ugyanúgy, mint minden közlekedőnél. Hiszen egy ittas ember torz képet lát a környezetéről, tehát nem tudja úgy megbecsülni a járművek sebességét, távolságát, az épületek nagyságát, a közeledő dolgokat, a forgalmat, nem úgy, egyáltalán nem úgy látja. És ilyenkor gyakrabban alakul ki veszélyhelyzet. Egyébként ugye arról hétről hétre beszámolunk, hogy mennyi ittasság ellenőrzést végeztünk, és mennyi volt a pozitív légalkoholmérések eredménye, de sajnos mindig vannak olyan beszámolóink is, amikor ittas járművezetőknek a baleseteiről adunk hírt. Előfordul, hogy nem sérülnek meg, csak másoknak okoznak kárt, tehát mennek, és mondjuk parkoló autóknak ütköznek neki, de ez is pontosan elég azoknak, akik ugye gyakorlatilag vétlenek, hiszen csak leállították az autójukat. De nagyon sokszor komoly személyi sérüléssel is jár, és úgy gondoljuk, hogy ezt mindenképpen meg kell előzni. Éppen ezért a továbbiakban is folytatódik ez a fajta ellenőrzés Békés megyében. Minden nap ott vannak a kollégáim az utakon. Köszönjük a hasznos tanácsokat, műsoridőnk véget ért, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, és a Gyula Televízió valamennyi nézőjének nagyon kellemes nyarat és biztonságban eltöltött nyarat kívánunk. Nézőinek köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!